Üdvözlök mindenkit, Urbek Gyula vagyok, és itt vagyok Lengyelországban, Andrással. Hi. És ebben a videóban, hatalmas nagy esőben, egy elhagyatott kis mini, cuki iskolát fogunk megnézni. Nyomjuk. Na, gyerekek, hát egész évben esik az eső, de nem baj. Hogy a címer, hogy fenn van, látod? De cuki. Azért milyen rohadt rég ez az oszlopos, ez lazán háborús, vagy háború előtti. Ez ilyen kastélyokból, ebből abból alakították át, meg ilyen kúriákból. Ja, igen, ilyen kúriákból. Várjál, mert esőcsepp. A kamera megázik, jó, nem baj. Azt a betyel. Ez valami húly, és ez a elhagyott illat már itt érződik, hogy át is szétázik, azt kapják ott ki. Na. Na van zárva. Itt van egy ablak, amit ki lehet nyitni talán. Ha szerencsénk lenne. Nincs szerencsénk egyelőre. Kerestük innen egy bejáratot. Annyira rohadt feelinges ez a kis iskola. Hú, basszus, ez az idő az nem annyira kedves nekünk. Van-e valami bejutási lehetőség? Ah, van. Oh, sweet. Elhassz, meg vagyunk. Gyönyörű szép. Folyik a nyakunkba, ahogy rohadjon meg. Mehetsz is. Oh, na. Elmondom neked, én gyerekkoromban olyan iskolában jártam, ami nem volt felújítva, tehát igaz ilyen szociális. Nagyon retrós, igen. Retro, és ilyen, nem ennyire régi, de mi hasonló padokon ültünk. Ez megvan az a játék, tudod, ilyen golyóskákat. Igen. Izé, kilőni, és akkor körbe állni, és felem. Kész. Igen, milyen jó pókhálók, imádom a pókhálókat, csak ne menjek bele. És valaha 1973-ban itt ült egy kisgyerek. És tanulta. Igen, és lehet, hogy valamit véstek bele. Normális valamit. Hát ugye a csonti. Biológiai. Csontváz. Biológiáról. És itt a keze egyébként, vagy a kéz, az új élete? Igen, jó. Csap bele. Csonti. Szecsont, mert járom, ja, nincs meg a koponyája. Femur, a longest bone in your body. És akkor ilyenek. Ja, nem angol beszéltek, szóval. Ja. Nem Angliában vagyok, ott múlt héten voltunk Francba. Sodium vita. Ez meg az abakusz, vagy mi az? De mekkora öreg is, ezen valaki számolítanak. Igen. Látom. Hát ez egy sima kis alsó tagozatos általános iskola, ugye nagyon kevés gyerek van már ezen a településen, tehát csak ilyen 10-20-30 fős települések jöttük itt a környéken. Igen, tehát ez inkább ilyen tanyavilág, tehát egyszerűen a gyerekek elfogytak. Ez mi a fele? Nem tudom, ami szemléltető cucc, de nem tudom, de már el van porlagva, de itt az oldalára. Ez valami állat volt, vagy a fele tudja. Igen, itt ott a feje. Ja. És el van horról, mert az, ez ami... Valami pók, szörny. De itt van rá van írva szerintem. Itt van, látod? Szurvedrovni. Valami Afrika térkép, a többi térkép, földrajzból. Yes, kap ki. Nem durva. Így tanultak egykor a diákok. Nagyjából mi nálunk. És ha megnézed... Eszetlen régi térképek. Ugye... Lengyelül van minden. Jó. Tanzánia, Kenya, Afrika, Y-na. De milyen térkép? Mennyi van itt? Álom. Hát ez kész. Ja, és a címer ugye elengedhetetlen minden osztályból. Tényleg 1, 2, 3, 4, 2 pacs, tehát így 8 pad, szóval az a 2-vel 16 gyerek kb. Maximum 20, aki ugye befért ide.
figyelj már fizikai szemléltető eszközt, cekasszálakat kapcsolhatod rá, és akkor ugye lehet mérni a fogyasztását, meg hogy melyik ízzik föl, melyik nem, iszonyat beteg. Poznán. Nem, hát ez ugye ez kész, mint a házi. És akkor hát, hogy cserépkályhával fűtöttek, hogyha hideg volt. Ja. Egyik osztály ugye. Fizika? Nézd meg! 73, bocs! Hogy el? Nem azt mondtam, hogy 73, 70-es évek, tessék! Hát van 86-os fizetni fel. Ja, igen. Itt csak 70-es évek van szinte. Azt kap ki! Azt a legyen! Fizika az iskolában, fizika az iskolában. Nézd meg, kémiai cuccok is, basz, mindegy bereped a talajit. Mi ez? Novosz? Új termékek és újdonságok. Na, én megnézem ezeket az ögöket, mik voltak. Fiolák is. Anyanyelv. 7. osztály. 8. egyébként, ha nézőt nem láttak. Az a nyelv. Aha. Az a fiak osztály. Ezt akarom megnézni, ez szerencsétlen nem volt. Galamb emésztőrendszere. Galamb emésztőrendszere, jó. Csí, ezt is tudjuk. Zúr. Úti patkány. Női patkány. Nakamar maradvány. Ami maradvány. Jó van. Menjünk tovább. Azt hogy... Hát ez valami régi. Ne. Táblára lengyel urbexesek. Ez kap ki. Azt a rohadt. Összeaszalodva. Basszus, nekem van régi ilyen. Könyvek. Nekem is. Nekem is van ilyenem. Nem igaz. Úgy igen. Hát a reggesz kész. De jó. Na, próbáljunk egy jó-e? Na hát én kérem, meg nem fújom. Én mindenbe vállok. Én értetek bármit. De meg is eszed, nem? Egyben legyenem! Bármit! Várja! Istenem! Na figyelj! Ez egy Isten király cucc. Azt mondja. Akkor a Beethoven 7. szimfónia volt neki 7. Azt nem szeret, inkább 8. Akkor a 8. jó. A 3. a 2. szonat részét légy szíves. Basszus! Ugye, ha a Beethoven nem megy egy boci-boci tartát legalább. Valahogy így van az elején. Nem igaz, nem basszus. Hiszem, hogy ez mi volt, ez a Titanic, vagy mi volt? Nem, ez a bevelési zsarú. Oh. Titanic. Na, hát ez volt a könyvtár rész. Nézzünk egy... Ezek olyan régiek, hogy... Oh, nézd meg a pecsétet, ez kap ki. Na mikor? Figyelj, milyen jól néz ki. Hát ez 53 Varsó. Ja. Na, ez kap ki. Ilyenek voltak a régi padok. Ugye a tolltartó, hogy ne guruljon le. Igen. És amúgy én imádtam ezeket a megsülyeztetem, mert tudom, mit találtam ki. Voltak ilyen kis golyóim. Kis golyóid voltak. Ez emlékeztet egy kis játék golyóim. Igen. És ceruzákat így raktam, így meg is sorba, és tő, mint a Filippa, így gulott lefele. Ezzel szorakoztam, amikor unatkoztam. Lényeges így csépőlét. Ja. És ilyen szemléltető eszközök. Látod, a patkány megevett mindent, meg az egerek. Oh, ott van benne az egér, ott van az egér, itt az egér. Mondom, egér mindent megevett, és itt száll az egér, itt van benne az egér. Ja, látom, hogy szorog. Most is zabálja a cuccokat, nézd meg, ott teszi. Ezek ilyen szilveszteri... Laksz, kurva élet! Ezek ilyen szilveszteri... Laksz! Szilveszteri dekorációk, miért? Nem tudom mi volt, de... Ja, várjál, tessék, itt vannak ezek a golyók, nem pont ez, de ilyenekkel játszottam. Fú, darhat egész szabasz. Látod, hogy ilyen kockák vannak ebbe. De van benne egér is, ugye, ahogy láttátok. Hoppá! Egykori ez valaha festette egy gyerek, gondold el. Bocs, egér! Na, nézzük, mi ez? Na. Hát ez valami matematikai. 66 Varsó. Valószínűségi tanulókészlet. Valószínűség számítás, matek, vagy mi. És ez? Gyere. 68-ból. Egyesült Lengyel. Mi ez? Egyesült Lelke Munkáspárt 5. kongresszus 1968. november 16. Tudtam, hogy valami veres kommunista tudsz lesz. Ja, már veres idők. Isten, hogy mélyre forrasni, nem már. Ja. Azt. Ezt figyeld. Ez soha nem használták ezeket, szerintem látod, soha nem használtak. Csú, gyerekek.
Nagyon kemény. Aztán... Ez meg tudod, hogy mi volt? A labortartó. Ebben tudtam a labort, és ebben tudtam mosakodni. Ebben mosakodtam. Ugye látjátok, ez olyan rég, hogy nincs csap meg ilyenek. Kályha itt is. Akkor ezt már nem kérdezem meg, hogy szerinted ez mi lehet itt. Hát ugyanaz. Én valami másabbra gondoltam, WC. De hát nem tudom, fogalmam is. Nem tudom, hát valami tartó, az biztos, de ezek játékok. Ja, ezek gyerekjátékok. Gondolom, igen. Azt, de... Nos, nézd meg így egybe, ilyen tök jó, ilyen nagyon ilyen világvége hangulat feeling. Iszonyat beteg hallod. Tök durva. Van a diák is, nézd meg. Ezt kap ki. Gyere kicsit ide. Jó. Világ is nekem? Nem, ez valami elem. Elem van rajta, hát ezek ilyen oktató cuccok, azt tudom, hogy... Nézd, amik vannak itt, akkor... Aha, látod? Ilyen elektromos ságtan. Ja, Istenem. Nagyon komoly. Mi ez? Történet egy igazi férfiról, Boris Polevboy. Ezek itt... Orosz szótár. Orosz-lengyel szótár, orosz, barátom. Orosz-lengyel, aha. És ez? Hát azt le tudja fordítani? Persze, tudja. Egy századon át? Én kérek elnézést. Egy századon át. Hát itt még nézzünk be. Ez ilyen, meg ilyen szőnyek. Milyen könyvek vannak. Ez a... Ja, igen, gimnasztikai. Ja. Ezért lehet, ja. Gyerekek, szétroldom a padlót. Egér nem tudod felmászni, vagy nem. Ez a bőrkötés mennyire jó. Ez nem, mert ha holt a könyvbe? Lehet. Az Evil Dead. Olvassunk bele? Beleolvassunk? Hát nem kell, de... 64. Következő, mint messze, vagy valami, nem tudom. Jó van. Menjünk tova. Angolra. Na. Hoppá, aha. Itt a főbejárat. Egy hűtő. Tessék, ja. Hűtő a kedvence. És ugye itt volt a főbejárat, de szerintem ez... Azt nézd meg! Jézus mindig figyel minket. Aha, aha. Ez nem volt osztály... Diploma. Vagy hát, a oklevél nyilván az a jelentése. Fölmászok, hogy... Elbírt szerinted? Hát nézzed meg. Most, csak nem. Most össze. Azt mondja... Itt ez valami... Oklevél, igen, ezen kívül semmi. Adj egy lámpát. Hát ugye írt szöveg, gondolom, aztán el van már. Hát attól függetlenül... Ah, várjál, és én... Meg a tiszta mocsok, gondolom, Azt mondja, várjál csak... 73. Több mint 50 éves. Ez valaki kiakasztotta ide. Akkor is az ott van azóta is. De milyen jó dombor nyomott. Tetszik. Öregére megérte eljönni. Ezt nagyon megérte. Annyira hangulatos, annyira ez... vidék feeling. Ezt nézd meg, jó ég, mi? Itt tudod, hogy mi volt valami? Darásfészek. Szerintem igen. És ez most is itt van, csak szólok. Igen, az. Azt a betyár. Uáh! Volt. Darazsak dolgoztak itt. Azt a betyár. És jó, hogy ilyenkor jöttünk. Szétszett. De már nincsenek itt. De... Nincsenek, ja. De nézd meg, hogy be tudják vonni ezeket a könyveket, a füzeteket. Yeah. Tiszta enyészet minden. 67, 60-as évekből. Poszka. Ezek még egészen jó állapotban vannak. Növény kiszáradt. Jesus az. Fenn a falon a Jesus. Jesus Christ. Van neki egy emelete? Van, mindjárt megyünk. Most oda láttam. Van ám, nagyon szép padlása van. Azt a betyár. Rám is kívülről. Tiszta pókháló, egész ajtó. Ja, ez fa, aha, azt a fémből van, nem az fa. A villanykapcsolók. Nagyon-nagyon régi parasztházakban láttam ilyet. De ezt látod, hogy a hátad mögött, hogy megpróbálták az új villanyt beketni. Hát ott van fönn az új elosztó, de igen, azt láttam, de valószínűleg ezt nem használták ma. Igen, ezt valószínűleg el is engedték. Szintén cserépkályha. Itt is még mindig könyvek.
Ez egy annyira más világ, mint egy mai modern iskolában, nem? Visszarepít a múltba. Igen, annyira ez a falusi, annyira brutálisan jó. Ezt tényleg. Ez vajon mi lehet? Hát ennyi kezem már nincs, úgyhogy nem tudom. Jó. Ezt le tudja fordítani. Pán Péter, gondolom, hogy mi az Isten ez. Mi bajod van? Lény, Mr. Kitty beteg volt. Mr. Kitty beteg. Ja, hogy macska, hogy azért Kitty, ja. Hogy Mr. valami beteg gyógyászati, akármicsoda. Basz, figyeld. Valami lecke? Ó, bakker. 53-ból szintén. Rendkívül lecke, aha. Válasz egy jót, amit megnézel. Ezt nézd meg, itt van. Na nézd. Generáció. Hát ott doktor. Dulitlen. Hát ott van. Tényleg. Doktor Dulitlen az állatai. Annyira elkutogodnék itt órákat, de hát nem lehet sajna. Ez az a jönnek. Aha. Szinte 50-es évekből. Bob Marti. Kis Bob. Felkészítő. Illusztrálta. Kis Bob. Imádom egyszerűen, mindet átnézném. Hát ki is olvasnál, mi? Hát azt talán nem, de... hát ez... Az mi ez? Ezt is le fogjuk. Ez valami lovag. Ez lehet... Gottfried csillaglovag. Valami csillaglovag tudsz. Átja, úristen, de imádom mindet. Az 50-es években ezeket valaki olvasta, és azóta itt porzik, és igen, és az egér meg fogja enni. Rohadt kis egér, rohadt kis egér. Ezek ilyen füzetek, amik... Maraton. Cornél, látod itt a neve, Maraton. Nem ilyen, ez nem, ja nem, ez nem füzet, 86. Azt tudom, hogy ilyen füzetek is vannak. Kis pici vackok ezek, kis vackok. Hoppá! Varsó. De atya, jól néz ki! A telefonod másik. Ezt nézd meg. Ja, Varsó. Mi az alsó? A mai. A mai Varsó. 50 éves, a mai Varsó. A mai. Érted. Gyönyörű szép. Oh. Várjál, ott van egy másolat ára, 160. Ezt nézd meg. Ne. Ezek az autók, meg azok a buszok. Istenem. A mai Varsó, 60 éves kiadás. Egy mikori kiadás ott van? Az elején nincsen rajt, meg elején. Hát nem ez, a, az első, ja, oldal, bocs. Szerintem 50-es évek az... Nincs ott. Nincs. Ez is... Áh. Imádom ezeket a... Ezt a kort, ez a 50-es, 60-as évek. De csak a kocsik, amik benne vannak ember, hát azok ilyen... Igen, ez 50-es, az sitgorú van, tehát... Azt a rohagy gyerekek. Vajon ezek a szobrok még megvannak? Itt tudja, hát ez már biztos, hogy... Ami szoborparkból lehet, hogy... Ja. Hát ez valami imádni való ez a egész hely. Haladjunk tovább, ne essünk el. Csöpögésnek alakadt meg. Szintén egy kályha. Aha, igen, hát láttuk kívülről is, hogy olyan az állapot az iskolának, amilyen. Hát ez nyilvánvalóan nem fogja elbontani, mert ez nem olyan helye vagy. Minek? Abszolút nem zavar senkit. Igen. Nagyon kicsi településnek a kis utcájába. Kakas kukorékó. Kakas kukorékó. Régi füzetek. Répa. Jöhet. Ezt gyerekek gyúrták. Citrom. Alma. Szintén régi füzetek. Régi térképek. Hoppá. Iskolabusz. Na ne. Tessék itt. Biztos, hogy nem ilyennel jöttek a gyerekek iskolába. De most így őszintén nézem, hogy ez kiburult a fal, vagy valaki kiburította, vagy ez, mi ez már? Hát ez összedőlt, nem tudom, megadta magát. Vagy így szerintem csak egy borítás lehetett. Ja, nem, ott van, bocs, ott a fal. Hát megadta magát. Vagy volt itt egy radiátor, nem volt radiátor, nem, azt kiszedték, az miatt esett szét. Ó, ez figyelne jó. Játék teherutónak a maradványa. Fa játék, nem fa meg. Hát fa meg ez a műanyag. Kerekei. Tollasütő, basszus, elcsérve. Ezt odaadom, hogy nézzél magadba.
Én nem akarok mindenem, én tisztában vagyok az életvitelemben. Köszönöm. Nagy világ, nem világ térkép, hanem Oroszország. Hát... Vagy ez micsoda, nem? Rosszul látom. Hát Britannia, de hát... Jakob, bocs, Eurázsia van rajta, úgyhogy az van Budapest. Internetünk, sziasztok, sziasztok magyarok! Mindjárt látjátok a videót. Jó? Várjál. Aha! Csehszlovákia. Tehát 93 előtti térkép, tehát ez egyértelmű volt. De valóban a térképen rajta kell lenni, mikor készített, annak muszáj rajta lenni. Megkeresem neked, András, akkor légy annyi, annyira szeretnéd, elmondom légy neked. Szíves. 1980 Varsó. Köszönöm. Van? Na. Megnyugodta? Megmondtam? Megmondtam, hogy régebbi. Két régi szék, meg egy pár. Egy újabb szék. Látod? És itt is van egy ilyen babakocsinak a darabja, a régi facilabda, azt ennyi. Ez nem egy osztály volt, hanem ez egy raktár volt szerintem amúgy. Meg egy permetező, ugye? Vagy tűzoltó készülék, valamelyik a kettő között. Hát attól függ, mit töltött. Ja, inkább, aha, ja. Igen, igen. De ez is eszetlen régi. 1980 valahányos. Nem is tudom, hogy ilyen is van. Az én nézzük, Kályhá, meg ez a lejki van posodva már, mert ez nagyon komoly. Mikor fithettek ezzel? Ez szét van rohadva. Egy micsoda ajtó. Nem is láttam ilyen erős ajtókat, mindenkit én böszönök. Jó, gyerekek, bejártuk az alsó részt. Hát akkor nézzük meg. Hopp. Aha, nem van még itt lent. A régi kávépor. Azt nem tudom, mi van bent, atyom is nem. Van még egy pi... Azt a... Ezt figyelj! Nem mondod! Na ne! Firebird van ráírva valami... Ne. Valami lemezautónak, de tök fullos, nézd meg! Ezt nem mondod! De ilyen Firebirdet nem láttam, ez inkább hasonlít egy Ferrari F40-re vagy egy Fieróra. Hát egy nyilván gyerekjáték. Nincs ráírva, Michelin gumikkal. Ez mekkora komoly, csak szét van törve. Tök cuki. Nézzünk le, azt mondod? Hát van pince? Hát van valami. Na lesz ivas. Nézzük meg. Az. Itt valami... Azt a büdös. Mi az ilyen kompótop, milyen neve? Mi az a... De nincs a számon. Befőtt. Befőtt. Kifőtt vagy befőtt? Kifőtt, lehet, hogy kifőtt. Hú, de régen, atyú isten! Régen nekünk még kellett ilyen tanulni, tudod, hogy technika órán, hogy kell befőzni, meg ilyen. Aha, de nézd meg, milyen durva. Mikoriak lehetnek ezek te? 2007. Vagy csak valaki lehozta simán ide. Lehet valaki lehozta. A tárnak használt, ezt lehozta. Hát figyelj, azért nem mondom, hogy ez biztos, hogy nem használták. Még a 90-es években se. Ezeket valaki lehozta valamikor aztán. Mert ugye igazából itt szemben is lakik ember. Ja, azért, mert valaki raktárnak használta. Ja, valaki raktárnak használta igazából. Itt a környéken azért laknak egy páran, de... Megkóstoljunk egy? Ez... Barack le. Nem tudom, de nagyon undormány. Várj, ez 2000... Hát, nem tudom elolvasni. 2008. 2008-at írnak, jó. És még itt is lehet menni. Csak az? Te ekkora az épület? Nem ekkora. Ott egy kalapács, valaki fejbe levágja már. Kacsapál. Ja, az fakalapács. Nem is igazi. Ez gondolom valaki összerakta. Isten kíván. De tök jó. Olyan, mintha igazi lenne. Engem is átvertek, szóval. Hát ez van, látod. Eszetlen régi üvegek. Itt is, látod. Én csak téged látlak. És itt van a vége. De lehet, igen, de ez már kint van az épületnek a ja, tudom, színéje. Hát ott tűntek le a szemben. Oh, ja, hogy Jézusom mondom, mi a tököm? Na. Ott vannak a békák. Nézd, ja, a béka, de mennyi? Varangyok. Nem tudják, hogy mi a, ki a fene jött be. Ez idióta, aki most belevilágít a szemükbe, két hétig nem látnak semmit, de nem baj. Hogy forgolódik, nézd meg. Amúgy ezek a békák általában annyira lusták, hogy nem igazán ugranak, hanem inkább csak másznak. Igen. Na persze, hát nézd meg, hogy szerintem csak előbb fog mászni. Látod? Hát az se.
Azért a botot az sem is. Ugrok egyet, csak hagyjál már békén. Tessék, na, elég vagy a belőled. Örüljé. Csak az örüljé, megértem. Na, menjünk fölfele szerintem az emeletre. Vagy várj, ott még szemben nem is volt valami iroda. Igen, igen, ja. Nem jártuk be végbe. Jó, azért mondom, hogy így most beugrik, hogy valami, mintha kimaradt. Tudod jönni? Nem. Akkor jó. Itt is fel egy ajtó. Aha. Hoppa. Ez? Igen. Aha, jó. Ennyi volt a én lámpám. Most merült le, mondom. Hát akkor itt van a kikapcsolt a lábvillanyt. Tessék, itt van a zsebemben. Jó, akkor csere. Na, volt itt egy csap. Tessék. Szerintem az iskolában az egyetlen mosakodó hely volt, ami hol volt. WC, aha, akkor volt WC. Valaki ide hozta a modern, tudod, mobiltelefon, ne. És nincs benne, mi? De, hogy meg ettől szó, nézd meg. Aha. Gyere, izén, nézd meg, hogy ezek mik. Vajon ezek mik lehetnek? Ezt... Pamut szőnyegek, meg pamut szőnyegek. Makulatúra, húzott valami. Húzott. Ja, ezek valami szövetminták, vagy valami azért, hogy mi micsoda, tudod? Meg... Ja, a szövetminták, mi? Azt figyel. Jézusom. Ütők. Ez húzd már, ez mi van itt alatt? Nem, ha valaki itt áll, én ilyen zombi. Jó. Poroltó. Poroltó, jó. Fú. Tiszta pókháló minden. Víz. Voda. Lehet, hogy az utolsó időszakban már nem volt. Nem volt vezetékes víz nekik. Ja, hát nem, ezek modellnek, szóval nem tudom ki hozta be meg miért. És a pálinka? Az lehet. Gyepánítja is, ne erről beszélünk. Pálinka. Igen, nyilván hát pálinka. Lehet, azt nem is mondom. Pálinka. De voda lesz, az víz. Ez voda. Na, menjünk fel. Hát egyelőre még ide benéznék. Ja, bocs. Hogy itt voltunk? Kiparadt. Itt másztunk? Be. Ne, na ne. Azt a megy. Na ne. Ezt a... Írásvetítők is vannak, ezt kap ki. Te jó ég, azt figyeld! Jézus is, ez egy múzeum így, így. Igen. Mondjuk ez nem annyira régi, ez a 2000-es években is hasonló. Hát, akkor igen. Figyelj! Ezt kap ki, milyen xilofon. Hopp, új! Zenéje lesz a Szellemvárosoknak, figyelj! Jó, nem? Szellemvárosok Magyarországon. Wow! Gyönyörű. Eszetlen régi tévé, karácsonyi díszek. Furulja. Na, köszönöm. Furulja. A műanyag furulja. Istenem. Ne. Ennyi kezem nincs, mondtam. Hát így jó. Hát nekem jó, hogyha neked jó. Most két kamerába vegyem ugyanazt, tehát azért ez úgy tényleg nagyon jó. Látszatok szépen? Nagyon szép, olyan szép vagy, hogy ilyen szép szerintem soha nem voltál még. Igazából ez teljesen tiszta. Köpkörd meg egy picit. Nem én használták. Úgy látom. Én leszek az első ebben az évtizedben, aki ezt használja. Biztos? Hát elég valószínűnek tűnik, én azt mondom, hogyha mindenképpen választani kell, akkor én azt mondom, hogy nem tudom. Ez fog ki. Egyebek nem tudok mondani. Egy boci-boci tarkába indítsunk, szerintem. Tudsz rajta egyébként játszani? Tehát volt már ilyen a kezedben amúgy? Szerinted. Honnan tudjam? Ezt nem mondod komolyan. Nem mondod komolyan, hogy te tudsz fújálni. Ez nem igaz, te. Ezek a régi csítosztazók? Vagy ezek már újabbak? Ha, ez igazi. Ezeket már senki nem gyűjtötte, ezek nem a...
eredetit azok, amikről csináltam videót TikTokra, kövessetek be TikTokon, minden link a leírásban, vegyetek jó pólókat, szellemes pólókat, kövessetek mindenhol, azt mindig elmondom. Írásvetítők, diafilmek, a régi telefon, tárcsás telefon, valakinek a termosza. Régi kis diákszék, látod? De ezek mintha újabbak lennének, nem az a nagyon... Hát mondtam neked, hogy igen, tehát most 67-ben még nem használtak ilyen írásvetítőt. Jézus. Szerintem ezt már 90-es években már nem használták, maximum a 90-es évek közepéig. Még az ég is itt vannak a régi kövek, ilyen kristály kiállításról, ezt figyel, de jó. Márvány. Tök jó. Itt mik vannak bent? Itt is ilyen minták, aha. Tudom a vedettség, csak a tévémre vigyázzok. Vigyázzok a tévére. Na, ezt figyeld. Itt valaki valamit kirakott. Hát nem fogod megfejteni, mert csomó betű hiányzik róla. Jaj. Hoppá, ez még tele van. Az mind betűk. Hát, ezek a szemléletető ilyen... Jaj. De háromszög mindet. Ott is vannak... Ja, hoppá, kressz. Még egyszer. Nem igaz. Kresszt is oktattak. Valamikor. Hát ő faluhelyen oktatták a kresszt, tehát azért ez egyik legfontosabb szám. Itt is vannak valami minták. Itt áll, valami buli is volt, aztán ilyen. Gula, vagy ilyen, scoop, ugye? Scoop. Geometria is volt akkor, valószínűleg 67-ből egy doksi, régi telefon. Igen, tessék, igen, még nagyjából egy 20 perc, fél óra kb. Ilyen hiten beteg lett sajnos, nem tud a telefonhoz jönni, fáj a haja, de ezt megmondom neki, köszönöm, viszont. Kösz, most kimentetté. Hogy jövök vissza. Atya, jó. Na, vagyok. Na, fordítsuk ezeket le. Na, ugye? Iskolai sportklub tevékenységi folyóirata 67. 68, 69, 70, 71. Haszta. Sportklub. Ja, fölírták, hogy futott. Hát ez gondolom. Szerintem esélytelen. Várjál, csak ne bízd el magad. Munkaterv, valami lövét, tudom én, de... Lövés. Ez olyan szépen írva, már esélytelen. Túl szépen írták el. A falon esetleg, vagy ez nem érdekes? Hát nézd mindig meg. Mindig ápoló, valami nem tudom, ilyen gondozó, rajzolok, mi ez templom, vagy mi ez? Várjál, kinyitom, becsukom. Tévénet akarod rámi. Ki mindet? Na, nézzem. Na? Mondjad már! Templomkert, hatodik tól, mit tudom én. Ja, ezek ilyen ragozások, hogy mert templomkert, kertek, egyes szám, többes számok. Ja. Kivételek, nekünk a főnevek, igen. Nyelvtan, jó, oké. Okay. Rajzló, ilyenek. És ez itt fent, ez mi ez a... Ez a mérlek. Mérleképes könyvelőknek, jó van. Mehetünk. Felmentünk? Ja nem is mentünk fel, jó. Jézus, hát ez... Kívülről az iskola úgy néz ki, hogy csak egy két osztály, nem? Na, menjünk föl. Ne, várjál, nem menjünk fel, mert itt be... Oh, bossz, azt figyeld, itt is van egér tuti. Ezt figyeld. A ugrálókötelek. Te jó ég. Zászlóka, az valami zászlószerű. És ez kresztábla. Aha, azt figyel. Kresztábla. Milyen jó oktatások voltak már, mindent oktattak kreszt is. Ez is valami mesekönyv. Jó, nézzünk fel. Ott nem tudom, hogy osztályok voltak-e, de most már kíváncsi vagyok. Nem, szerintem az már csak a tetőtér lesz. Hát az is durva lesz szerintem, ja. Hogyha így... Hát gondolom csak cuccot maradt, ha nem pakolták le, vagy lehet, hogy ezek mind a... Ami mindig esik. Focilabda, betöltös üvegek. Már lesz itt szerintem. Áj, mit ez a gyert? Vigyázz, már el van a törve. Igen, csak... Lépcsőfokok, ezt figyeld. Áh,
zászló. Vörös zászlók. Rengeti a szél. Rég, ott is régi padok. Földgömb. Nézzél, hova lépsz, mert beszakadhatsz. Látom. Az egész világ itt van. Szintén Afrika tér. Valaki nagyon szerette ez az Afrikát, nem? Lenni is Afrika volt? Mhm. Uh-huh. Azt! Ezt kap ki. 50-51. Ja. 50-es évek elejéből. Fú, bakker. Beleszólhatod, Gyula? Mondjad! Azt tudod, hogy ez nem Afrika. Hát mi? Ura van írva a böszme öles betűkkel. Ja, Dél-Amerika? Igen. Ja, jó. Csak mondom, hogy mégis nincs. Azt nem is néztem, jó. Csak így rápillantottam. Hát amerikai vagyok, basszus. Jó, hát kérek elmérni. Valami Mária. Itt is egy ilyen számoló. Ott is nézd, ezeket a térképeket, fi, ezt nézd meg. Te atya úristen. Azért mondom, hogy ezeket basszus, de 30-40 éve hozták ide fel. Hogy néznek ki? Hoppá, hoppá. Na tudod, hordágy. Van egy hordágy is. Rengeteg zászló. Tudnál szakadjak? A mászka szíj remeg alattunk a cipcsot. Ja. Nagyon kemény. Ez a rendben az is, hogy rohadt szét az egész. Ja. Azért. Itt van egy 3 kilós pókháló. Megkerüljük. Ezt nézd meg. Mennyi régi szóval ez is valami 74-ből, 70-es évekből folyóiratok. Kanna! Ez ki? Ez ki? Kannaváró. Mennyi tovább? Kockák? Hogy mit rúgtál fel egyébként a bal lábad mellett? Mi van? Ez egy tányér dalag. Bal lábad mellett. Hol? Bal lábad. Ez? Bal. Ez? Na az? Valami iránytűféle. Uh-huh. Tiszta pókháló vagyok mindenhol. Tele van labdával. Szintén könyvek vannak. Játékok, ezt kap ki. Gyerekjátékok. Vajon ezekkel mikor játszottak utoljára? Ezzel a horror baba fejjel. Kicsit félelmetes. Rengeteg játék, kocka, minden van. Ja. Kockák. De most azért is figyeled, valaki ide rakta ezt a bőrönt, mert beázott. Ja, igen. És már a bőrön elrohadt és kifolyt belőle a víztárs, hogy azért úgy... Alá kéne rakni, nem talán valamit, tegyünk alá valamit, hogy a bödön alá, hogy kifolyik a vizek, oda be tudjon folyni. Szerintem még a fülemben is pókháló van amúgy. Milyen predátor pók szője? Ezt nézd meg. Hát öreg voltál ideje. Mag, ez fel tudnék mászni, nem? Hát, lehet hogy itt van valami izé predátor fekete özvegy itt. Mennyi üveg itt is. Ó, oh, ott egy régi tévé, ott már másik régi tévé. Ezt nézd meg. Milyen gyártású, hogy milyen márkája. Kérlek szépen, Unitra. Unitra, aha. Unitra. Meg gondolom, így... Sajnos értéktelenek. Made in Poland, az is Unitra. Így is értéktelen. Ez, és egy ilyen plakát, ezt kap ki mind. Eszetlenül feelinges. A modern család, az idézőjelesen modern család. 50-es évekből. Ajaj, nem tudom, mi volt, baci. Hát tudod, van már régi, van már tévé. Varsó 1963. Tessék. Anya terít, igen. Ez meg a gyári. Az meg a modern gyári munkások élete. Azaz. Tessék. Kérlek szépen. Cigarei szintén van. Varsó 1962. Téglagyár akar lenni. Brutalizmus. Ez annyira. Élvezem ezt a helyet. András, mondj egy jó véleményt addig. Nagyon penge ez. Ez tényleg, szerintem ez benne lesz a top 3-ban állam is, mert ez nagyon durva. Tényleg az ember visszarepül az időbe, hogy éltek meg, milyen volt egy iskola régen. Ja, bocs, ott fel a lépten a... Igen, ugye? Csak a gyerkőc feje az. Hát ez megette az egére fejét.
És itt nézd meg, Jézus Isten, mennyi van itt. Ah! Itt mászik a pók a fülemen. Mászik a pók a fülemen. Itt is itt van az élet, az egy kis kilövős gyerekjáték. Hol? Szarvasmarha. Ezek a falakon vannak folyosó, vagy nem nagyon volt folyosó, de valamelyik... Lehet, hogy nem is ebből az iskolában származnak, csak ide behozták, amúgy tudod. Ez mi volt? Neki ezt ja. Mondtadok az öre szarvényem. Atya úristen, de Jézus Isten! Ez, hirdeti az igét. Valamit hirdet, ez biztos. Valamit hirdet. Igét. Nem, hát Varsó, egy szintén. Varsónak az egyik. Kolónia. Ez valami épülete. Ezek össze-vissza vannak, csak minden forgatni. De ez még milyen jó állapotban vannak? Arra jól néz ki, basszus. Ez valami, nézd meg, valami polgárháború. Az baj, hogy a lengyel történelmet nem annyira vágom, de... Nadul. 1905-ben volt valami. 1905-ben biztos volt valami, amin összevesztek. Szintén régi képek. Más városokból. Jó, szerintem ennyi, nem? Amit tudtunk megnézni. Hát jelent nagyjából, aha. Végig egerésztük, amit már... Itt egy füzet. Hát 79-ből, ez ma olyan... Aha, aha, na végre egy olyan füzetet találtunk, ami... Amiben írtak is a gyerekek, ezt nézzük. 79. Sputer matematika. Tessék. Ennyire tükröződik ám, hogy a telefonban szerintem látni. Ott van az egyenletek bal oldalt. És milyen? Úgy néz ki, mint hogyha tegnap írtak volna, nem? Gyönyörű egyébként, igen. Meg az az írás, basszus, bárcsak nincs így tudni kérni. Hát... Történelemkönyvek. Geográfia, Polski. Kis Polski. Lidl Polska. Meg rengeteg, rengeteg régi könyv. Na András, mit szólsz? Emlék még nagyon fel? Hát, ott van egy. Amit én felemeltem, az lehet, hogy nem is zászló volt, várjál csak, hanem egy olyan, de a másik fele az csatlakozott a másik szárához, és azon valami szöveg volt rajta. Nézd meg, látod? Ezt kitűzték. Aha. Így. Valami ünnepségem, vagy hát, valami. Hát szerintem valószínűleg, ja. Valami. Aztán ennyi. Szociális valami ünnepségen. Bármit is jelentse, mert ezt nem tudjuk lefordítani, hiányzik egy csomó betű. Ja. Betűk nélkül meg mit érünk, nem? Ezek mik? Jóó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 
változások. Igen. Nyelvtani. Na, András, addig tanuljam. Rezda. Figyelj, ez igazából ma is aktuális, szóval használható lenne, nem? Ja, hát igen. Ebbe. Ez nincs semmi benne. Játék ásó. Hatvanból. Atya úristen. 1960-ból, igen. Madáretetőt behozták, el ne ázzam. Még több plakát. Még több könyv. Igazából körbeértünk, nem? Nagyjából igen. Na, ezt mondtam, hogy ez nem zászló volt. Látod? Hanem. Ez is az, aki függesztett ilyen feliratos. Szerintem igen, mert csak hát ugye nincs. És már rajta felirat. Már nincs rajta felirat. Ja. Ennyi, mehetünk lefele. Ja. Annyi, hogy nem igazán szeretném, hogy megázz. Köszönöm. Jó, ez jó. Ezt nagyon szépen köszönöm, jó? Mert most meg is... Kimegyünk azonnal. Jó. Tedd a fejem, meg azért nekem is ma... elázzik a kamera. Van, akkor hát ahogy szokták, persze.
Az épület eredetileg kastélynak épült valamikor az 1800-as évek elején, iskolaként csak a két világháború között kezdett el működni. Ezt a funkciót nagyjából a 90-es évekig töltötte be, mert az elvándorlás miatt a környékbeli gyermekek elfogytak. A 2000-es években az épületet pár évig nyugdíjas tanárok használták szálláshelyként. Ők hagyták itt a befőtteket és az ebből az időszakból való tárgyakat is. Ezt onnan tudom, hogy a forgatás végén megjelent a tulaj, mert kiszúrta a magyar rendszámú kocsit és odajött az épülethez. Pontosan tudta, hogy mi áradban vagyunk, hiszen nem először találkozott hasonló érdeklődésű emberekkel. Elmondása szerint a védettség alatt álló épület a családja révén került hozzá, felújítására, állagmegóvására nincsen pénze, de nem is nagyon akar vele foglalkozni. A régi általános iskola ebben a formában skanzen, egy igazi időkapszula, ahol megállt az idő. Csupán évek kérdése, mikor adja meg magát a természet erejének, és dől össze végleg, mert ne legyen kétségünk, a természet mindig győz. Köszönjük nektek az egész évi kitartó figyelmet, a támogatást a patreonosoknak és a csatornatagoknak, nélkületek nem tudtunk volna ennyiszer, ilyen messze, ilyen sok helyre elutazni. Még egyszer köszönjük és találkozunk jövőre! Na egyet volna a videó, gyerekek, elképesztő atmoszférájú volt a hely. András, hogy tetszett? Nagyon penge volt, top 3, tehát ez kegyetlen. Eszetlen visszautazni az időbe. Remélem nektek is tetszett, minden link a leírásban. Udvar Zsüle voltam, segítőtársam András volt. Sziasztok! Kövessetek TikTokon, Instán, legyenek csatornatagok, Patreon támogatók. Udvar Zsüle voltam, aztán ezt mondtam. Sziasztok! Sziasztok! Na jó, menjünk!